sakk az mindig egy külön világot jelentett számomra. Gyerekkoromban szembesültem azzal a találós kérdéssel, illetve azzal a történettel, hogy amikor a sakk, perzsa sakk talán meg akar jutalmazni valakit, egy sakkozót, hogy milyen jó játszik, és ő nem kér nagy ajándékot, csak azt, hogy a saktáblán az első kockára tegyen egy búzaszemet, a másikra kettőt, a harmadikra négyet, és így a mértani hagyomány szerint, és ami a 64-en lesz, az kéri. Hát egy bődületes nagyjáinség jött ki. Igen. Tehát titokzatos világ ez a sakk, iszonyatosan sok kombinációs lehetőséggel. Hál' Istennek alkán jól állunk sakkozókkal, legalábbis Mihályfi Gábor szerintem ezt meg tudja erősíteni. Legutóbb Ausztriában jártak egy különleges versenyen. Mondjon erről néhány szót, arra kérem. Először is megbeszéltük, hogy sakkozunk is közben, tehát akkor E2, E4-jel nyitnék, és majd várom a választ. Igen, meg a válaszlépést is. Azután igen, egy olyan különleges versenyen vettünk részt a Sentimento Ajka BSK csapatával, ahol a nemzeti bajnokság legmagasabb szintjén játszó csapatok első három helyezettje jogosult indulni, és nagyon-nagyon régen nem volt már magyar résztvevője ennek a tornának, amit úgy hívnak, hogy European Chess Club Cup. Ez ugye azt jelenti, hogy európai klubcsapatok kupája. Bajnokok mondjuk, kupája. Hogy bajnokok tornája, körülbelül úgy lehetne azt gondolom lefordítani. Mi tavaly a harmadikak lettünk újoncként a Superligába, ezzel jogosultak lettünk, hogy induljunk ezen a megméretésen, és be is neveztünk. 70 csapat indult, a helyszín Mayrhofen, ez Tirolban van. Számomra egy nagyon kedves helyen egyébként, mert én síjelek is a sakk mellett, és ez a völgy, a Zillertal, ez egy nagyon kellemes helyszín, és ez a kis falucska is egy gyöngyszem egyébként, ahol voltunk. Profi helyszínen, profi szervezés mellett 70 csapat részvételével ment a verseny. Egy csapatban 6-an ültek egyszerre asztalhoz, lehetett tartalékot is vinni. És hát egyedüli magyar csapat voltunk, bár magyar résztvevő volt rajtunk kívül is. Tehát például volt egy Dunaszerdahelyi csapat. Tehát akkor nem ment el mind a három első helyzet, hanem csak a harmadik. Nem. Ennek nyilván pénzügyi okai is vannak, azért ez egy drága verseny, azt lehet mondani. Másrészt a csapatokra van bízva tulajdonképpen, hogy meg akarják-e mérni magukat egy ilyen helyszínen. És milyen eredmények születtek? Ez lenne a lényeg, hogy szerepelt a 11. ajkai csapat? 11. kiemeltek voltunk a 70 közül, és 15. helyre sikerült befutni. 70 életünk közül. 70 csapat közül. Életünkben először voltunk ilyenen. Azt gondolom, rengeteget tanultunk belőle, remélem, hogyha eljutunk még egyszer egy következő valamelyikre, akkor ott még jobbak leszünk. Én tulajdonképpen elégedett vagyok, meg ahogy a szponzorokkal beszéltem, ők is elégedettek ezzel a helyezéssel. Nagyon-nagyon komoly ellenfeleket kaptunk, 7 forduló volt, abból 3-at nyertünk, 3 döntetlen és 1 vereséget szenvedtünk. Így sikerült, nagyon nagy élmény volt siker számomra volt, is. Verseny közben mire volt idejük? Mondom, síelni nem nagyon. Nem, természetesen nem. Hát nagyon feszített program volt tulajdonképpen. Délutánonként voltak a mérkőzések. Délelőtt egy szállodában laktunk, és ott kaptunk reggelit, vacsorát, de pillanatok alatt elmentek a délelőttök, főleg aki készült a sakkversenyre. Én csapatkapitányként vettem részt, nem játékosként ezen az eseményen. Nagyon-nagyon hamar odaértünk, hogy na már készülődni kell, és el kell menni, és le kell rakni a mobiltelefont, meg le kell rakni minden elektronikus cuccot. Mert volt olyan szűrő rendszer, ami mondjuk igen, most már egyre inkább rész a sakkverseknek. Főleg, hogy a botrányok miatt botrányok ugye muszáj is jelenket. Hát átvizsgáltak bennünket, tehát körbe tapogattak bennünket. Testszkenner. Így van. Minden. Így van. Most ez a 15. hely, 15. Igen, 15. hely,
ez nem hangzik túl rosszul, főleg ha azt gondoljuk, hogy ez tényleg egy bajnokok ligája, tehát mondjuk egy Liverpoolnak lenni Európában nem egy rossz. Így van. Bár nem lehet, hogy a helyet most nem találtam, de ilyen így jellegű van, így van. Verseny. Hát a világ élsakkozói, azt mondom, hogy még az oroszok is részt vehettek különleges kártyákkal, igen, a FIDE égisze alatt, de mondjuk amerikaiak meg kínaiak nem voltak, de azon kívül a világ krémia ott volt a világbajnok Magnus Carlsen is a csapatával, egy norvég csapattal. Ott volt érdekességképpen mondom a Rapport Richard, akit nem régen egy román üzletember gyakorlatilag megvásárolt. Ő az első helyen kiemelt csapatba szerepelt a második táblán. De és hatodik, ő maga se túl jól, és a csapata is csak a hatodik lett, pedig ők voltak a szuperfavoritok az erőlista alapján. Most ugorjuk vissza a hajkára. Igen. Itt ugye bámulatos módon fejlődik, én úgy látom, a sakkélet. Egyre magasabb kategóriákba kerülnek a csapatok. Erről mondaná néhány szót, hogy most jelenleg milyen csapatok játszanak a megyei, illetve országos bajnokságban. Egy különleges valamilyen szempontból évad következik. Jó, közben nem léptünk, bocsánat. Nem léptünk. Akkor most lépek egyet. Okay. Jó, és akkor én is lépek még egyet, mert itt tartunk. Jó. Akkor... Én is lépek jó, még jó, egyet. Akkor is akkor a kérdés igen, már az volt, ugye, hogy milyen helyzetben vagyok. Hogy milyen csapatokkal indulunk és milyen bajnokságokban. Igen, a tavalyi év nagyon jól sikerült olyan szempontból, hogy a megyei bajnokságot megnyertük, a Veszprém megyei bajnokságot, az MB2-t, ami a sakkban a harmadik vonal, a saját csoportunkat megnyertük, és a Szuperligában, ahova friss érkezők, újoncok voltunk, harmadikak lettünk. Az, hogy az MB2-t meg a megyeit megnyertük, az följogosított bennünket, hogy mindegyik csapatunk egyel följebb léphetett, úgyhogy most idén már 4 csapatunk lesz. Lesz egy Szuperligába, az a legfelső szint, NB1-be, NB2-be és a megyébe. A Szuperligába... Ezt bírják játékossal? Hát, játékerővel is keresztül. Igen, ez mind a kettő így van. Ez egy nagyon-nagyon jó észrevétel egyébként. Lépjük nem elég egyet az... csak azért, mert igen. Most rövidítünk, jó? Okay. Nem elég az, hogy sok játékos legyen, hanem megfelelő színvonalon kell tudni előadni, mert másképp utolsók leszünk. 63 játékosunk van jelen pillanatban. Nem is lehet ilyenkor már igazolni, lezárult az átigazolási időszak. És egyszerre a Nemzeti Bajnokság 3 első osztályába, tehát a Superliga, NB1, NB2-be egy időben játszik a 3 csapat, tehát 36 embert le kell tudni ültetni. Most a 63-ból nyilván olyan színvonalú sakkozó sincsen 63, hogy mindenki játszhatna legalább az NB2-ben. Tehát lassan az egész világgal harcolnak, és ugye egy-egy csak jön egy szembe egy ellenfél, aki viszont simán legyőzheti. Sikerült igazolnunk egyébként, nem annyit, mint amennyit szerettünk volna, úgyhogy én most úgy érzem, hogy a Szuperligában egy megfelelő jó csapatunk lesz. Lépek egyet, okay. Süttyomban. Viszont az NB2-be, a felsőbb szinteknek a feltöltése miatt már nem fog jutni olyan erő. Úgyhogy én most, hogyha tippelnem kellene, akkor azt mondanám, hogy vagy egy célkitűzést mondani, hogy a Szuperligába megpróbáljuk megőrizni a dobogós helyünket. Szerintem a realitás az ilyen 2-5 helyezés. Második, hány csapat van a Szuperligában? 10. Az NB1-be is valahol ott a dobogó környékén illene végeznünk, így a játékerőt figyelembe véve. Az NB2-be szerintem a kiesésnek az elkerülése kell, hogy a cél legyen, és az, hogy játék lehetőséget biztosítsunk azoknak, akik ezen a szinten el tudnak sakkozgatni. Nem feltétlenül muszáj most már minden évben mindent megnyerni. Ezt a szintet megtartani sem. Meg ez a realitás, igen. Kevés. Igen. És nem tudom, jól mondom a hasonlatot, de van a vágott hajtás, meg a frontfejtés. Igen, tehát én is lépek közben. Persze, egyszerre építik is a csapatot,
meg harcolnak is, vagy fejtik is a szemet. Igen. Tehát több szinten kell helytállni. Az előbbi ehhez példatlan az, hogy bevezették a iskolákban a sakkoktatást például. Tehát az utánpótlást, a fejlődést valamilyen módon kövessék, vagy biztosítsák. Igen, igen. Hát a sakknak az a lényege tulajdonképpen, mint más sportokban is, hogy minél szélesebb bázisra építkezzünk. Nyilván a sakkot is célszerű, bár nem kötelező, lehetőleg fiatalkorban elkezdeni, akkor jobban fog az embernek az agya, több mindent tud rövidebb idő alatt megtanulni, ezt most már a saját példáinkon is megtapasztalhatjuk. Nem újdonság azért, mert... Igen, igen, és Cingler Sanyi bácsi kezdeményezésére, aki a városba hát a nem is tudom, hogyan fogalmazzak, hogy... Osztopostai nagy dohányenye mindenki. Nagy dohányenye, igen, hogy nem látszik rajta a kor, és ugyanazzal a fiatalos lendülettel csinálja a sakk képzéseket, a sakk programokat, a sakknak a szervezését. Menedzselést, ugye, bíró igen, egy külön csapata is van itt a városon belül, tényleg le a kalappal, és ő indította be, vagy hát ő kezdeményezte leginkább, és néhány kollégájával együtt oktatnak valóban két iskolába is. És most már ilyen 50-60 körüli gyereklétszám az, akivel ők rendszeresen foglalkoznak, egészen a kezdetektől, egészen a lépések megtanításától, aztán ahogy fejlődnek, egyre adják tovább egymás között a képzést azoknak a kollégáknak, akik már a magasabb szinthez is értenek, és a magasabb szinten is tudnak még újat átadni a fiataloknak. Sőt, továbbra is van egy fidemester, aki Tapolcáról jár át hozzánk, és itt heti kétszer, két és fél három órába oktatja azokat, akik már bőven túl vannak azon, hogy lépni tudnak, akik már versenyszerűen sakkoznak a mi csapatunkban. Pont ezt szerettem kérdezni, most lépek, azt hiszem én következem. Igen. Egyet, hogy ugye itt nem arról van szó, hogy a sakklépéseket tanulják, hanem nagy sakkjátszmákat, vagy tanulságos játszmákat elemeznek? Tehát hogyne, elemzésre van szó, ugye elsősorban. Hogyne, hát szituációk, végjáték. Igen, a sakk nagyon sokszínű dolog tulajdonképpen, ugye volt egy nagymester, az Öve annak idején, vagy Steinitz, akiknek az elvei alapján oktatják a mai napig igazából a sakkot, illetve akik leírták azt, hogy miből áll egyáltalán a sakk, mint játék. És ma is az idő, az anyag és a térnek a valamelyikbe előnyt szerezni, azzal lehet eldönteni egy partit. És erre lehet már ezeket a fiatal embereket oktatni arra, hogy kihasználják azt, hogy tudom én, vannak például, biztos hallott már róla, cseljátékok, hogy igen. Anyagot áldozok azért, hogy igen. Teret és időt nyerjek, vagy teret vagy időt nyerjek. Tehát egy többdimenziós gondolkodást igen. És lehet, hogy valaki úgy látom, hogy rossz stratégiát követ, de csak kiderül, hogy viszont ez annyi időt nyert, hogy én veszíteni fogok. Így van. Ja, mert nem csak úgy lehet elveszíteni egy mérkőzést, hogy mattot kap az ember, hanem például leesik az ászló, ugye? És így van, pontosan így van. Az időnek. Így van. Időzavarba kerültek. Én is lépek egyet. Igen, persze, így fel. A utánpótlással egyébként is dicsekedhetünk. Tehát ez szerintem hatalmas dolog, és nagyon kevés olyan város van, ahol beindult az, hogy az iskolákba is oktassák már a gyerekeket. De nálunk így, hogy ilyen sok csapatba kötelező is ifjúsági és hölgy versenyzőt indítani, Így különös gondot fordítottunk az utóbbi években arra, hogy ilyen szintű játékosaink legyenek, és azok tovább fejlődjenek. Az most az ötletünk, és hát ezt csináljuk, hogy a saját nagymestereink, akik a Szuperligába játszanak, azok képzik az utánpótlást, a fiatalokat. Így becsületes.
Hogyan lehet vonzóvá tenni a fiatalok számára a sakkozást, közben ide lépek és kockáztatok kicsit, mivel ugye nem egy látványsportról van szó, és hát ennek megfelelő a támogatottsága is, nem futball ez, kérem szépen, ez csak egy sakk. Tehát hogyan lehet ezt mégis vonzóvá és látványossá, érdekessé tenni a ifjúság számára, akik ugye PlayStation-nel játszanak, meg videójátékokkal, autóversenyekkel, és akkor leülnek nézni egy táblát, amin alig mozdulnak a figurák, tehát nagy ellentmondás látszik. Hát én azt gondolom, hogy az egyik dolog, ami vonzóvá teheti, az a példa, amit a kiváló sakkozóink mutatnak. Egy olimpia megrendezése, most ugye 24-ben Magyarország fogja rendezni az olimpiát, vagy egy éljátékosunknak egy rendkívül kimagasló eredménye, az magára vonza a figyelmet, vagy egy sakkverseny, vagy mondhatom azt, hogy egy nagyon jó sakkozó szimultánt ad olyanoknak, akik csak kezdik kapizsgálni azt, hogy hogyan is működik ez a játék, és óriási élményeket tud adni. Egyébként egy nagyon érdekes játék ez a sakk, hát én 6 éves korom óta művelem már. Nagyon sok mindenre tanít tényleg, nem csak gondolkozásra, meg előre gondolkozásra, hanem meg kell tanulni például tudni veszteni, vagy gratulálni az ellenfélnek akkor, hogyha legyőzött, vagy nagyon sok élethelyzet vissza. Az ember nem is gondol rá, de én is magam észreveszem, hogy tulajdonképpen ezt azért csinálom ezt a dolgot, ütöket. Igen, jó. Mert én valamikor sakkoztam, és van ebben valami stratégia, de öntudatlan dolog ez, utólag jövök rá, hogy ez jól elő volt készítve, vagy rosszul, és ez összeköthető a sakkal. Tehát egy bizonyos fajta raszterezettséget ad az ember gondolkodásának, igen. És lehet, hogy semmi köze a sakkjátékhoz, de az életben jobban boldogul, ezt mondani a saját példámon. Igen. Így van. Tudom állítani. Nagy sakkedzők, akik gyerekekkel foglalkoznak, ezt számtalanszor visszaigazolják az életbe, hogy mennyire pozitív hatása van a mindennapi életünk tehát csomó területére ez az, hogyha valaki ugye, sakkozik. Mint mondjuk a foci, de focizok és tudok gólt lőni, de a testemet megerősítem közben úgy, hogy akár futó is lehetne belőlem, mert fizikailag felkészülök rá közben, vagy fordítva. Igen, sőt például mondom a Zsókának, Gáz Zsókának a példáját, az, hogy valaki olyan szinten sakkozom, mint a Zsóka, ahhoz a fizikai állóképességének is rendkívül jónak kell lenni. A Zsóka tornászik, atlétizál, és amellett, hogy napi 8 órát a tábla mellett ül, és a lépéseket bújja, bámulja, vagy tanulja, amellett a testét, a fizikumát is képeznie kell. Óriási koncentrációs képesség, óriási kitartás kell ahhoz, hogy végig tudjon az ember játszani egy partit, és nagyon könnyű veszteni egyébként. Tehát elég egy rossz lépés a 45. lépésben, ahol azt gondolná az ember, minden hogy ez végig nagyon jó voltam, és nyerve vagyok, erre, és mit tudom, és egy pillanat alatt minden összedől. Igen. Ahhoz kell, azt gondolom, plusz profizmus, meg rengeteg tanulás, hogy az ember az 5. órába is ugyanazt a színvonalat tudja nyújtani koncentráló képességbe például. És ahogy öregszünk egyébként, azt már magamon is érzem, hogy egy-egy játszma végére ez a bizonyos koncentrációs képesség, ez hanyatlik, csökken, és sokkal több hiba kerül a játékba. Igen, hát ez sajnos az a dolog, amivel nem nagyon tudunk mit kezdeni, de lassítani tudjuk, hogy az öregedés folyamatát. Kisebb biztosan a sakkozók között az Alzheimer-kórnak az esélye, mint ha valaki csak üdögél, meg néha arrébb rak egy téglát. Most elnézést, aki nem olvastam. Igen, nem olvastam erről, de azt gondolom, hogy biztos, hogy így van. Tehát határozottan azt gondolom, hogy aki tornáztatja az agyát, az annak később fog elfáradni az agya. Most azt mondja, hogy jövök. Igen. Hogy valami haszna, gyakorlati haszna is legyen a beszélgetésének, hadd kérdezem meg, hogy mit tegyen az, akár 5-6-8-10 éves fiatal, vagy 16,
ha úgy dönt, hogy ő sakkozni szeretne, hogy kezdje el, vagy kihez fordulhat mondjuk tanács és segítség, fizikailag helyben, hol vannak, hol működnek, mikor, hogyan lehet elérni sakkozókat úgy általában? Ha jó, elmegyek sakkozni esetre, akkor biztos nem, találkozik valakire. Igen, én abszolút nem vagyok a híve az interneten való sakknak, meg az interneten való sakkozásnak és a sakktanulásnak se. Már pedig valaki vagyok, chess.hu, akkor egyből játszhat is. De azt akartam mondani, hogy ma a világ úgy működik, és a fiatalok erre nyilván sokkal fogékonyabbak, mint mi vagyunk, vagy mi voltunk, hogy föllép az ember egy oldalra, és akkor kiválaszthatja a neki megfelelő szintű ellenfelet a világnak a túlsó oldalán, és játszott vele partit beállított körülmények között, meghatározott időbeosztással, bármit ki lehet választani, és már játszhat is az ember. De ez nem a legjobb megoldás. De én szerintem nem ez a legjobb megoldás. Én ezt kimondottan nem is szeretem, és nem is szívesen ajánlom senkinek se. De azt gondolom, hogy ma, aki azt gondolja, hogy sokat szeretne sakkozni, és nem csak kábiházi szinten, hobbi szinten, az keressen meg a lakóhelyhez legközelebbi klubot, és ott kezdjen el érdeklődni, hogy hogyan tudna bekapcsolódni a sakkba. Nálunk ez nagyon egyszerű, mert aki sakkozni akar, az megmondja, hogy lépni tud-e egyáltalán. Ha nem tud, akkor menjen a cingleset, hát bácsi féle. Ilyen még el lehet vonalról. Nem is tudok sakkozni, csak érdekel a dolog. Nyugodtan el lehet kezdeni. Jöjjön, befogadjuk, van rengeteg példa rá egyébként, hogy olyan, aki játszani szeretne, az el tud kezdeni egy klubhoz, odaigazol és el tud kezdeni sakkozni. Ott megkapja a tárgyi feltételeket is hozzá, versenyezni tud, sikerélményt tud szerezni, ami megint csak előre rendíti. Hát mindenki megvan maga szintje, hogy sikerélményt elérhet, igen. Iskolai hát szinten, nálunk, vagy ifjúsági szinten is. Négy szinten, ugye a legutolsó szint a megyei csapatbajnokság. Megyei csapatbajnokságban igazából tényleg azok játszanak, akik szeretnek versenyezni, szeretnének győzni, de nem az a legfontosabb, hogy minden partit mindig megnyerjen. A játék szépsége. Így kell ezt felfogni. És egy közösséghez való tartozás. Az, hogy küzdeni a másikért is, mert vannak itt is egyéni versenyek, de nagyon fontosnak tartom azt, hogy megtanulni ezt a közösségi gondolkozást, és a másiknak tudni drukkolni, a másiknak tudni segíteni. Én azt gondolom, hogy ez egy én következő. Igen, azt hiszem, igen. Akkor megakadályozok egy sáncolást. Egy sáncot, igen. Sakkolom keresztül, ezt tudom. Igen. Nem lehet, hogy nem szabad sáncolni. Előbb céloztam rá, nyilván, ha valakit érdekel a dolog, eljöhet akár itt Ajkán is egy sakkversenyre, és megnézheti közelebbről, és találkozhat olyan emberekkel, akik elmondják, hogy hová kell fordulni, vagy önnel, vagy a Ciglersanyi bácsi, vagy a Paksarudi bácsi, vagy akárki, aki benn van ebben a körben. Milyen események várhatók mostanában Ajkán, mondjuk, illetve olyanok, amiket az Ajkán ami rendszeres, minden évben van évelején egy kolosszár emlékverseny, az egy régi ajkai sakkozóra való emlékezésképpen egy ő általa játszott ilyen 10 perces gyorsított játékidejű partikról szól a történet. Az január utolsó hetében szokott lenni hétvégén. Minden évben van Csaba Árpád emlékverseny, most idén már hetedszer rendeztük meg, ez mindig egy nyári, ami egyben országos csapatbajnokság is, vagy rapid csapat. Nem csapat, bocsánat, nem csapat, bajnokság. Rapid bajnokság, igen. És hát ezen kívül még számtalan korosztályos verseny. Volt olyan, hogy Malkupa, ez most itt a Covid miatt az utóbbi években elmaradt, úgyhogy föl kell eleveníteni egyébként, én azt gondolom, tehát jövőre szerintem megint meg fogjuk tudni már rendezni, ha Covid is engedi. Van egy csomó korosztályos verseny, tehát iskolásoknak, különböző korosztályoknak, tehát itt úgy van, hogy két év alkot egy korosztályt, és külön fiúknak, külön lányoknak, de a lányok indulhatnak a fiúk versenyébe is. Most van például Budapesten az ifjúsági csapatbajnokság, amin sajnálatos körülmények miatt nem tudtunk elindulni, mert
kötelező két hölgy versenyzőt is betenni a csapatba, és nem jött össze a kettő, mert olyan elfoglaltságaik voltak, hogy nem tudtak jönni. Gondolom, ezeket mind lehet követni az interneten is, tehát úgy kívülállóként, vagy anonim módon is lehet ebbe úgy bele nézegetni, igen. De a legjobb az, ha személyesen igen. Bekapcsolunk. Hát most indul a csapatbajnokság, akkor egy kicsit a reklám helye is legyen ez. Na ez az, ezt szeretünk kérdezni. Mi várható most a közeljövőben? November 13-án, tehát már gyakorlatilag majdnem egy hét múlva vasárnap a Kultúrházba a két ajkai csapat csap össze a megyei bajnokságba. Így hozta a sors. Ez lesz az első forduló irányított sorsolás, hogy később ne lehessen pontokat adogatni egymásnak. Ez mindig egy óriási derbi egyébként, úgyhogy mind a két csapat nagyon készül rá, és egy jó, de nagyon baráti megmérettetés. Aztán egy héttel rá, november 20-án indul a NB-s bajnokságot, mind a három csapatunk egyből harcba száll. Az NB2 az Tapolcára megy, az NB1 a Szent Gotthárdra, a Superliga meg Biatorbágyra. Köszönöm szépen az információkat. A végén szokott lenni, mondjuk az újságban, én azt is szerkeztek, egy ilyen, hogy névjegy. Kicsoda is Mihályfi Gábor, tehát hogyan került a sakk vonzásába, illetve a sport úgy általában, amit jelent az életében. Azt tudom, hogy vegyészmérnökként végzett, utána 4 évvel a Veszprémi, akkor még Vegyipar Egyetem volt? Veszprémi Vegyipar Egyetemen. És utána hogy történt? Hát sokkal visszább kell nyúlnom a történet. Menjünk vissza egy kicsit. Anyai nagyapám sakkozott amatőr szinten, de nagyon jól egyébként pedagógus volt, kántor tanító. Ő most mit lépne? Ő? Adna itt egy sakkot. Tényleg. Azért megakadályozza a sáncolást ez. Igen. Nagy valószínűséggel. Vagy legalábbis nehezíti a dolgot. De közben mondom, akkor, tehát nagyapám tanított meg sakkozni, még nem voltam 6 éves. Pillanatok alatt nagyon megszerettem, tehát én rabja lettem a sakknak, azóta is művelem. Igazából 1-2 év később... Édesapám tudott, ismerte lépéseket, de... Nem volt a rabja a sakk. Nem, abszolút nem. Tehát ő a tudományoknak élt pedagógusként az oktatással, a gyerekek nevelésével. Hát az csak szellemi tevékenységet választott. Igen. Sakkozott, és addig amíg tényleg én is csak olyan első botladozó lépéseket tettem meg, addig le is ült velem sakkozni, de igazából nem ő tanított, hanem a nagypapa, aki egy színvonalat is jelentett, ő jó, azt mondom, hogy jó sakkozónak lehetett nevezni. Aztán utána bekapcsolódtam itt a Cinglersenyi bácsinak a kisdobos képzésébe, és elindultam a helyi városi versenyeken, 8. koromig döntően megnyertem 2. koromtól az ajkai kisdobos meg úttörő bajnokságokat, eljutottam megyei versenyekre, meg még országosra is, és hát nagyon megkedveltem, leigazoltam a bányászba, több mint 50 éve bányásztag vagyok egyébként, és hát az edzőm az a Cinglersenyi bácsi után a Csaba Árpád lett, akinek az örökét vettem át, amikor szegény meghalt 7 évvel ezelőtt, akkor lettem én az Ajkai Klubnak a szakosztályvezetője, ő volt addig. De ő volt az edzőm, mentorom és egyébként barátom, és szeretette meg velem úgy a sakkot, hogy szerintem ez most már elkísér az örök életbe. Igen, és közben barátokat is szeret, most tényleg, hogy ilyen buta módon kötöm át, de látom, hogy a Sentimento feliratot a pólóján, hát ez a Sentimento név sokaknak talán nem ismert annyira, mert nincs ilyen ajkai cég. Igen. Ki támogatja most akkor a csapatot? Hát nem tudom, és egy picit itt visszakérdezek, hogy szabad-e reklámozni. Hát, ha nem mosóport árul, nem akkor igen. Nem mosóport árul, abszolút nem. Akkor azt nem is mondom, hogy mit árul, egyébként nem árul, hanem gyárt. Inkább szolgáltat, vagy gyárt. Igen. Egy nagyon régi munkakapcsolatba szerzett barátomnak a cége ez a Sentimento. Egy érdi vállalkozóról van szó, aki a régi, korábbi kapcsolatainkra tekintettel, illetve azok alapján
eldöntötte, hogy támogatja azt a klubot, ahol én vezető lettem. És gyakorlatilag azóta, mióta átvettem a csapatnak az irányítását, azóta szponzorál bennünket. Most már ott tartunk, hogy névszponzori szerződést kötöttünk vele egy 2 évvel ezelőtt, azóta a csapat a nevében is viseli az ő cégének a nevét, és hát komoly összegekkel járul hozzá ahhoz, hogy finanszírozni tudjuk ezt a... Egyébként a focihoz, meg kézilabdához nem hasonlíthatóan drága, de mégiscsak költséges sportot, igen. Igen. Hát köszönöm szépen, azt hiszem nagyjából megtudtuk, amit ma meg szerettünk volna tudni, és köszönöm, hogy vendégül látott az irodában, további sok sikert minden sakkozónak. Köszönöm, annyit még mindenképpen el szeretnék mondani, hogy köszönöm a szponzoroknak, köszönöm a városnak, és a munkahelyemnek egyébként, a Sportváros Non-Profit Kft.-nek is azt a anyagi és erkölcsi támogatást, ami ezekhez a sikerekhez tudott juttatni bennünket, mert hát nélkülük biztos, hogy nem sikerült volna. Köszönöm, akkor döntetlent ajánlok, ha nem baj. Elfogadom. Köszönöm.